Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és Babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A vízicsiga. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár együtt üldögéltek a réten. Bár csak nekem is lennének rokonaim, egy távoli csigarokon, sóhajtott Bogyó. Hiszen vannak rokonaid, Bogyó, a vízi csiga is csiga, mondta Pihe, a lepke kislány. Igen, ugrott fel vidáman Bogyó. És hol találkozhatok a vízi csigával? Sehol, vágta rá Baltazár. Szerintem nem is létezik vízicsiga. De igen, létezik, mérgelődött Pihe. Tudom is, hogy hol él. A fenyőerdőn túl, a kerektó mélyén áll a házikója. Ugyan már, butaság, vágta rá a méhecske. Az lesz a legjobb, ha elmegyünk mind a kerektó partjára, javasolta Babóca. Gyertek, majd én elviszlek titeket, szólt váratlanul Soma a süni. Hurrá, kiáltotta Bogyó. Hozom a levegőpalackokat, hogy lemerülhessünk majd a tó fenekére. Azzal Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár beugrottak a sünfogadba, és elindultak a kerek tóhoz. Késő este volt már, amikor meglátták a tavat. Vigyázzatok a hintó! Kiáltott a méhecske, de akkor már késő volt. Bogyó, Babóca, Baltazár és Pihe sírni kezdtek. Semmi baj, aludjatok egyet, és holnap majd leúsztok a tó mélyére. Biztosan megtaláljátok a hintót, vigasztalta őket Soma. Másnap Bogyó korán ébredt. Nézzétek, a tavirózsa kinyitotta szirmait, és a levelén áll valaki, nekünk integet. Hát te ki vagy? Kérdezte kedvesen Bogyó. Szervusztok, Csiga Csaba vagyok. Itt élek a kerektó mélyén, mutatkozott be a vízicsiga. Látod, Baltazár? Igenis léteznek vízicsigák. Nekem is vannak rokonaim. Csiga Csaba nem értette, hogy ez a másik csigafiú miért örül neki ennyire, de aztán Babóca elmesélte, hogy mi járatban vannak. Én is örülök, hogy megismerkedtünk, kedves rokonom, mondta a vízicsiga Bogyónak. Csiga Csaba, segítenél, hogy megtaláljuk a hintónkat, ami begurult a vízbe? Kérdezte ekkor Pihe. Hát persze, gyertek utánam, mondta a vízicsiga. Azzal a négy cimbora felvette a palackot, fürdőruhát húztak, és leúztak egészen a tó mélyére. Ez itt az én házikom, mondta büszkén Csiga Csaba. Szólt ekkor egy félelmetes sziszegő hang. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár mind a házikó mögé ugrottak ilyettükben. Nem kell félnetek, ő a barátom, a vízisikló. Kedves sikló, nem láttál véletlenül egy gesztenye hintót a tó mélyén? Kapaszkodjatok belém, oda viszlek titeket. Sod van! Kiáltott a sikló. Bogyó, Babóca, Baltazár és Pihe nagyon megörültek. Sikerült, mondta elismerően a süni, amikor meglátta kis barátait előbukkanni a tó vizéből. Csónakázzunk egyet, javasolta Csiga Csaba. Mindannyian ráültek a tavirózsa levelére, Csiga Csaba pedig evezett. Itt az ideje, hogy elinduljunk hazafelé, mondta Babóca, amikor sötétedni kezdett. Nem, maradjunk még, kérte Bogyó. Eljövünk majd máskor is, szólt Pihe. Bogyó, Babóca, Baltazár és Pihe elköszöntek Csiga Csabától. A tópartján már várta őket Soma a süni. Mind beleültek a sünfogadba, és elindultak hazafelé. Másnap Bogyó és Babóca szép képet festettek távoli rokonaikról. Ott volt a képen Babóca Katával és Bogyó Csiga Csabával. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja.
Az elveszett mogyoró. Ha-ho, Bogyó, siess már, szaladjunk Regőhöz, köszönjünk el tőle, mielőtt téli álomra hagyja a fejét, mondta Babóca a Katica lány. Bogyó fejére húzta sapkáját, sálat kesztyűt vett, és a két barát elindult Mókus Regő odúja felé. A Mókus fent üldögélt odúja előtt a faágon. El akartunk köszönni, mielőtt bebújsz az odúdba télire, kiáltott Babóca. Gyertek, ígyunk egy búcsúszörpöt, és rákcsáljunk hozzá egy kis mogyorót, kínálta Regő a barátait. Nézzétek, mennyi finom csemegét gyűjtöttem össze télire, tele az éléskamra. De jaj, az éléskamra teljesen üres volt. Segítség! Hová tűnt a sok mogyoró, dió? Hol vannak a tobozok, makkok, mazsolák? Nézzétek, azt hiszem itt gurultak ki a mogyorók, mutatott Bogyó egy kis lyukra az éléskamra sarkában. Valaki megrágcsálta a fatörzset, kiáltott Babóca. És azt is tudom, ki volt az, tette hozzá a csiga fiú. Egyet se fél, Regő, most rögtön előkerítjük a bajkeverőket, és megkeressük az elgurult mogyorókat. És a diókat, tobozokat és makkokat, mérgelődött tovább a Mókus. A két barát már indult is a nagy rétre. A rét felől hangos nevetés hallatszott. Na tessék, ők azok! Naphosszat rosszalkodnak, mindig baj van velük, zsörtölődött Babóca. Biztosan most is valami rosszaságon törik a fejüket, helyeselt Bogyó. Valaki megrágcsálta Mókus Regő fatörzsét, épp ott, ahol az éléskamrája van, mind elgurult az összegyűjtött mogyoró. Nem ti voltatok? Kérdezte Bogyó. Jaj, nem akartunk rosszat. Mi csak rágtunk, és nem tudtuk, hogy épp ott van az éléskamra. Magyarázkodott a legkisebb szúbogár. Tudunk valahogy segíteni? Gyertek, meg kell keresnünk az elgurult mogyorókat. Nincs sok időnk, nem sokára leesik a hó, és akkor biztosan nem találjuk meg a csemegéket. Siessünk! Alaposan megvizsgálták együtt a fatörzset. A mogyorók itt gurultak ki, lepotyogtak a földre, és egyenesen végiggurultak a dombon, magyarázta Babóca. A domb aljában a cimborák rá is találtak az elgurult finomságokra. Hurrá! Újjongott Regő. Akkor most kérlek, hozzatok vissza minden falatot az ódumba, én addig bedeszkázom a lyukat, mondta Regő a szúbogaraknak, és munkához látott. A mogyorókat, diókat, makkokat egyesével cipelték fel Mókus Regő odujába. Bogyó és Babóca is segítettek. De hiába iparkodtak, vége felé közeledett a nap, és még hatalmas kupac várakozott a domb alján. Sosem végzünk! Sóhajtott az egyik szúbogár. Jó volna egy kis segítség! Tette hozzá a másik. Bogyó egyszer csak felpattant, és szó nélkül elszaladt. Amikor visszatért, magával hozta a trombitáját. Belefújt a trombitába, de olyan hangosan, hogy azt az erdő minden lakója hallotta. Csak hamar összegyűlt az erdő apraja és nagyja. Babóca felmászott egy nagy kőre, és elmesélte, mi történt Mókus Regő összegyűjtött mogyorójával. Mind elgurult! Vissza kell vinnünk Regő odójába. Ha mindenki segít, estig készen leszünk. Rajta! Mondta Bogyó, és felvett egy szem mogyorót a kupacból. A mogyorót Babócának adta, ő a szúbogaraknak, a szúbogár a méhecskének, a méhecske a szitakötőnek, és így tovább kézről kézre. Mire megjelent az égen a hold, a domb aljáról minden mogyoró, mak, dió és gesztenye visszavándorolt Mókus Regő éléskamrájába. Regő boldogan tette a helyére az utolsó szemgesztenyét. Köszönöm, újra teli az éléskamrám, mondta. De jó, hogy ilyen sok barátom van. Hamarosan lehullik a hó. Ideje, hogy visszavonuljak az odumba télire. Tavasszal találkozunk, mondta a Mókus. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Vendel korcsolyázik. Egy téli napon Bogyó és Babóca a tóparton sétálgattak. A tó vize vastagon befagyott. Gyere, Babóca, csúszkáljunk egyet a jégen, javasolta a kis csiga. A Katica lány boldogan beleegyezett. Bogyó és Babóca óvatosan rámerészkedtek a jégre.
Összefogóztak, és csúsztak jobbra-balra. Nagyon jól érezték magukat. Hamarosan egészen belejöttek a csúszkálásba. Néha elestek, nagyokat nevettek, aztán felálltak és folytatták. Arra jött Wendell, a szarvasbogár. Wendell, próbáld ki te is! Gyere velünk csúszkálni! Hívta barátját Bogyó. Wendell kicsit félt ugyan, de kíváncsi volt, ezért rálépett a jégre. Kiáltott nyomban, mert lábai kicsúsztak alóla, és hanyat vágódott. Bogyó és Babóca rögtön odaszaladtak barátjukhoz. Gyere, Wendell, majd mi segítünk! Azzal Bogyó és Babóca közrefogták Wendellt, és óvatosan elindultak a jégen. Akkor most elengedünk, és próbálj meg egyedül! Kiáltott Babóca. A csiga fiú és a katica lány elengedték Wendellt. Lassíts, Wendell! Kiabált Babóca. Wendell megpróbált megállni, de lábai szétcsúsztak a jégen, és egyenesen beleszágoldott a tüskés bokorba. Segítség! Jaj! Össze-vissza szurkáltak a tüskék. Megsérült a szarvacskám. Nagyon fáj! Babóca már szaladt is, hogy megvizsgálja a szarvacskáját. Ne búslakodj, mondta Babóca, és bekötötte Wendell sérült szarvát pöttyös sálával. Ekkor egy csodaszép bogárlány siklott elő a bokor mögül. Olyan könnyedén csúszott a jégen, mintha súlytalan lett volna. Na hát, ki vagy te? Kérdezte Babóca. Milla vagyok, a hóbogár. Szia, Milla! Ő Babóca, a katica lány, ő Wendell, a szarvasbogár, én pedig Bogyó vagyok, a csiga fiú, mondta illedelmesen Bogyó. Hogyan tudsz ilyen szépen gyorsan siklani a jégen? Kérdezte Wendell. Korcsolyával, felelte a hóbogár. Egy olyan cipőcske, amivel csúszkálni lehet a jégen. Rá kell csatolni a csizmára. Ez a korcsolya éle. Ez siklik a jégen. Te készítetted? Kérdezte kíváncsian Bogyó. Igen, én készítettem. Igazán nem nehéz. Ha szeretnétek, készíthetünk nektek is. Hurrá! Kiáltottak fel egyszerre, mint hárman. Bogyó, Babóca, Wendell és Milla együtt sétáltak ki az erdőbe. Milla alaposan megnézte a földön heverő faágakat, végül kiválasztott egy szép nagyot. Ezután munkához láttak. Fűrészeltek, csiszoltak, fúrtak, faragtak, csavaroztak. Mindenki kivette a részét a munkából. Készen van, jelentette ki elégedetten Milla. Az asztalon három pár vadonatúj korcsolyacipő sorakozott. Bogyó és Babóca kicsit félve csatolták fel a korcsolyatalpakat. Legjobban persze Wendell aggódott. Bogyó és Babóca összefogódva indultak el a jégen, Wendellnek pedig Milla segített. Na hát, korcsolyával sokkal könnyebb siklani a jégen, mint csizmában, nevetett Wendell. Milla sokáig haladt kézen fogva Wendellel. Egyszer aztán elengedte, és a szarvasbogár egyedül siklott tovább a jégen. Wendell hamarosan megtanult kanyarodni, elindulni és megállni is. Sikerült! Tudok korcsolyázni! Kiabálta a nap végén Wendell boldogan. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Sünsoma születésnapja. Egy nyári reggelen Bogyó a csiga fiú, Babóca a katica lány és az erdő többi lakója együtt játszottak a réten. Felváltva lökték egymást a bükkfa levél hintán. De jó lehet hintázni, kár, hogy engem nem bír el, sóhajtott szomorúan Sünsoma. A többiek tanácstalanul néztek egymásra. Sünsoma 10 éves lesz jövő héten, mondta a katica lány. Bizony, 10 éves lesz, helyeselt a csiga fiú. Vajon minek örülne legjobban? Én tudom, minek örülne, mondta Baltazár, és felugrott örömében. Egy hintának. Ez nagyon jó ötlet.
ácsoljunk egy nagy hintát Somának, lelkendezett Babóca. A kis barátok nyomban munkához is láttak. Fűrészt, kalapácsot, szegeket, csavarokat hoztak, erős faágakat kerestek. A hajó alakú fatörzset erős zsinórokkal kötötték fel a vastag faáglábakra. Amikor a hinta elkészült, mind elmentek Baltazár házába, és nekiláttak tortát sütni. Tojást törtek, tésztát kevertek, járt a habverő, pudingot főztek, csattogott a fakanál. Finom illat töltötte be a méhecske házát. Feldíszítették az 5 emeletet meggyel, mazsolával, dióval. Tegyük rá a gyertyákat is, mondta Pihe. Igen, 10 gyertyát, helyeselt Babóca. Most pedig írjunk egy levelet Somának, mondta Bogyó, és már írta is. Kedves Soma, gyere Baltazár háza elé délre, nagyon várunk. Vidd el a süninek, kérte Bogyó. De nehogy eláruld a tortát és a hintát se, szólt utána Babóca. Baltazár és Vendel egy kerek asztalkára tették a tortát, és kivitték a házikó elé. A réten éppen a hangya gyerekek fogócskáztak. A legkisebb hangya egyenesen nekiszaladt az asztalkának. Felborítottad az asztalt, tönkre ment a torta, jajgatott Baltazár. Jaj, a torta, mi lesz most? Siránkozott Babóca is. Mindjárt itt lesz Sünsoma, és nem lesz születésnapi tortája, kesergett Bogyó. A hangya gyerekek elszégyelték magukat. Egyszer csak megszólalt az egyik. Szedjünk sok gyümölcsöt, és építsünk belőle egy nagy kupacot. Az majdnem olyan, mint egy torta, nem? Ez jó ötlet, szólt Vendel. Soma úgyis jobban szereti a gyümölcsöt, mint a tortát. Bogyó, Babóca, Baltazár, Vendel és a hangya gyerekek nekiláttak gyümölcsöt szedni. Segített Döme, a krumplibogár, Szellő, a szitakötőlány és Lili, a rózsabogár is. Hamarosan szép nagy kupac gyűlt össze. Vendel beleszúrta a gyümölcskupac tetejébe a 10 gyertyát, és ebben a pillanatban megérkezett Gömbi Sünsomával. Boldog születésnapot, Sünsoma! Kiáltották egyszerre. Mennyi gyümölcs, a kedvenceim, köszönöm szépen, kiáltotta Süni. Mutatunk neked valamit, mondta Babóca, és odavezették Somát a hintához. A Süninek tátva maradt a szája a csodálkozástól. Na hát, egy szép nagy hinta, beleülhetek, kérdezte boldogan. Igen, neked építettük, mondta Bogyó. Hurrá! Már én is hintázhatok. Nagyon köszönöm. Hálálkodott Soma. Amikor besötétedett, abba hagyták a hintázást, körbeállták a gyümölcshalmot, és nekiláttak falatozni. Addig falatoztak, míg a kupacból alig maradt valami. A megmaradt almákat és körtéket felszúrták Soma tüskéire, ő pedig hazavitte moha tetős házikójába. Boldogan hajtotta álomra a fejét, és arra gondolt, hogy holnap újra hintázni fog a barátaival.